Elismerések átadásával kezdődött a csütörtöki megyei közgyűlés. Molnár Krisztián, a korábbi megyei rendőrfőkapitány, Varga Péter dandártábornok és helyettese, Vörös Ferenc rendőrfőkapitány helyettes munkáját köszönte meg, akik a jövőben más megyében fognak megyei főkapitányi szolgálatot ellátni. Utódjuk Szabó Vendel rendőrezredes támogatásáról is döntöttek a képviselők. A napi rendi pontok között szerepelt a megyei foglalkoztatási paktum is. Ez több mint 3 milliárd forintos projekt Székesfehérvár megye jóvárosával, többek között együttműködve kormányhivatal foglalkoztatási osztályával, VOSZ-szal, Vállalkozók Országos Szövetségével, ECO innovációs műhelyel. A megye foglalkoztatási helyzetének javítása közös feladatunk. A korábban nagy nyilvánosságot kapott különleges gazdasági övezet kapcsán is több döntésről tájékoztatott a megyei közgyűlés elnöke. Mint Molnár Krisztián fogalmazott, tavaly óta jelentős politikai és jogi támadások érték a megyei önkormányzatot, melyek alaptalannak bizonyultak. A településeknek Iváncsa, Kulcsráca, a más és adonytelepülések vonatkozásában közel 2 milliárd forint fejlesztési és működési támogatásról döntöttünk, és tájékoztattam a közgyűlést, hogy minden bírói fórumon, ahol Dunaújváros megyei jóváros megtámadta a megyei önkormányzatot és Rácalmást, meg vannak nyár végén, szeptemberben megszülettek a bírói döntések, mindenféle jogi alapot nélkülözze a dunaújvárosi követelés, ahogy mi ezt vártuk is a Rácalmáson és Iváncsán keletkező adóbevételek vonatkozásában. A közgyűlés végén zárt ülés keretében több 100 millió forint többlet forrás biztosításáról döntöttek a képviselők.